A Rév Magyar Kultúraháza a Tiszti Pavilon alaksorában egy valódi zenei csemegének adott otthont. Két olyan komáromi őstehetséget láthattunk a pódiumon, akik idehaza csak igen ritkán lépnek fel. Úgy emlékszem, hogy legutóbb Áronnal az Európa udvarban muzsikáltunk, de azt pontosan sajnos nem tudom megmondani, hogy mikor. Én nagyon szeretek Komáromban játszani, az mindig egy nagyon jó érzés, hogy az egész közönséget ismerem. Mindig szívesen térek vissza. A Kultminor alapnak köszönhetően, amely arra hivatott, hogy a kisebbségi kulturális mozgolódást támogassa Szlovákiában, a Hodek fivérek mellett ifjabb Egri János állt színpadra. A projekt címe az, hogy élő legendák, ez a koncert lényegében most itt Egri János munkásságát öleli fel. Ő egy Magyarországon élő neves nagybőgős, és velünk muzsikál ma a fia, ifjabb Egri János. Jó szín, János Egri Junior. Áron basszusgitározik, neki nem lesz egyszerű dolga, hiszen Jánost kell majd lekövetni a basszusgitárral, és ez nem egyszerű feladat. Igazán sokszínű ez az este. Ez úgy jött létre, hogy jártam Dáviddal sokat Budapestre, és ott van olyan, hogy Budapest Jazz Club, és ott van olyan minden szombaton, hogy szabad jammelés. Ott találkoztunk a Janival, és ez lett belőle, nyomban abban maradtunk az ifjabbal, hogy az idősebb Egri Jánosnak a dalait dolgozzuk fel. Az ifjabb válogatta ezeket össze. Jáncsi Juniorta vibrál. Első alkalommal lépek fel ma Komáromban, ezzel a világhírű testvérpárral, két zsenivel, Hodek Áronnal és Hodek Dáviddal, mely számomra nagyon nagy öröm. Ugye édesapám Egri János nagybőgős basszusgitárművész kompozícióit próbáltuk. A legtöbb kompozícióját, amit elő fogunk adni, akkor itt, amikor én voltam pici gyermek, többször játszottam már, de csak édesapámmal, és most ezt annyira különleges ez a projekt, meg a mai alkalom is, hogy nem vele, hanem ezzel a két kiváló zsenivel fogjuk előadni, és ez, én úgy érzem, hogy édesapám ugye már 40 éve szakmában van, és ő ennyit megérdemel, hogy az ő, tehát tiszteletét adjuk ennek, hogy az ő kompozíciót fogjuk előadni különböző más városban is egy turné. Jött össze. Hodek Dávid az ütőhangszerek mágusa, jelenleg aktívan zenél és sokat utazik a világban, amikor viszont teheti, hazajön, hogy az itthoni stúdiójában dolgozzon. Eléggé szerteágazó életet élek. Most nemrég Norvégiában voltam egy amerikai bandával, ahol egy olyan dobos helyére kellett beugranom, aki ezt a bandát alapította. De emellett még a Toto alapítása is hozzáfűződik. Prince egykori dobosáról van szó, tehát nagy élmény volt. Áronka a Határőr utcai alapiskola hatodikosaként már keveset tud az iskolai kötelességei mellett a kosárlabdával foglalkozni, de a zenét nem adja. Szabad idejének minden percét a muzsikának szenteli. Nagyon termékenyek voltunk már, ami a stúdió tevékenységet illeti. Áronka véglegesítette az első saját projektjét. Az a kis lemez, amit kiadott, a The Seed címet viseli, és nagyon pozitívak a visszajelzései világszerte. Jelenleg a világ három legnevesebb R&B zenei listáján a második helyen van. Tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy előre lépeget. Röviden úgy összegezném a tevékenységünket, ha arról számot kellene adnom, hogy az elmúlt egy évben több mint 350 projektben és dalon dolgoztunk. Tehát nem volt kevés. Nagyon örültem, amikor az első kislemezem elkészült. Előtte jelent meg a Got Me In My Feelings című dalom, aztán adtam ki a kislemezt. Örültem, hogy végre kijövünk vele, mert az elég sokáig tartott.
A Rév Magyar Kultúraházában megvalósult koncert nem csak csodálatos zenét tett közkincsé, hanem nagyszerű zenészi teljesítményeket is a közönség nagy örömére. Mindenképpen tervezzük azt, hogy ezt az Élő Legendák című projektet tovább visszük, mert meggyőződésem az, hogy nagyon fontos megjeleníteni azoknak a zenészeknek is a munkáját a színpadokon, akik még az élők között vannak. Ez ránk gyakorló zenészekre is inspiráló hatással van.